Kiegyensúlyozott a tűzifa ellátás a térségben. Hamarosan átadják a népkerti kölyök arénát. A Janikovszky Éva emlékkiállítást nézték meg a kodályos tanulók. Jó estét kívánok, Szenicei Csaba vagyok, ez a Híradó, kezdünk! Biztosított a tűzifa ellátás a téli időszakban 60-ban is a környező településeken. Amikor az időjárás engedi, a kitermelés folyamatos, azonban a tüzelő iránti kereslet visszacsökkent az utóbbi hónapokban. A kormány a hatósági áras tűzifa programot nem hosszabbította meg. Nagyrészt ennek az intézkedésnek az eredménye, hogy az ellátás újból kiegyensúlyozottá vált. A legtöbben azonban már kihasználva az ársapkás lehetőséget, megvásárolták a tűzifát az idei szezonra. Darabolják a tűzifának valót az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének munkatársai. A Gyöngyösön található telephelyen bőven akad faanyag, bár az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a kitermelés éppen szünetel, mondta a Mátrafüredi erdészet vezetője. Dudás Béla hangsúlyozta, az utóbbi hónapokban a tűzifa iránti igény jelentősen visszacsökkent a lakosság körében. A hatósági áras tűzifa programnak vége van, ugye április 15-ig lehetett befizetni és augusztus 31-ig elszállítani. Azt látjuk, hogy a kereslet jelentősen lecsökkent a lakosság részéről, és ennek egyértelműen az az oka, hogy mindenki bevásárolt az olcsóbb tűzifából. Jelenleg nálunk a piaci ára, amennyiért meg lehet vásárolni, ugye az erdei rakodónkból 38 ezer forint köbméterenként. Dudás Béla hozzátette, hogy úgynevezett felaprított kályhakész tüzelőt is lehet vásárolni, amiért már emelt árat kell fizetni. Aki ezt a szolgáltatást nem igényli, annak általában 2-3 méteres hozban tudják értékesíteni a tüzelőnek valót. Azonban, ha valaki 1 méteres darabokat szeretne, annak november végéig várnia kell. Ezek a termékek akkor lesznek elérhetőek a lakosság számára, miután az erdészet kiszolgálta a szociális tűzifa programban résztvevő önkormányzatokat. A Mátrafüredi erdészet vezetője azt is elmondta, hogy 60 és a környező települések már szinte kivétel nélkül megkapták a szociális tűzifát. Hamarosan átadják a népkerti kölyök arénát. A játékok már a helyükön állnak, de használni őket balesetvédelmi és biztonsági okokból még nem szabad. Erre az átadásig várni kell, de néhány héten belül arra is sor kerül. A kölyök aréna a város legkorszerűbb játszótere lesz. Az elkészült fejlesztés nem csak a gyerekek, hanem az egész közösség számára hoz új lehetőségeket a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A kibővített népkerti teret az idei közösségi költségvetés keretösszegéből valósították meg. Új és izgalmas elemekkel bővült a népkerti játszótér. A már meglévő játékok kiegészítésével valósult meg a kölyök aréna megépítése. A bővítés során a 6 év alatti gyerekek részére elhelyeztek egy 2 tornyú mini játszóvárat alacsony csúszdával és rugós játékkal, de telepítettek mérleghintát és játszótéri dobot, míg a nagyobbakat 3 elemes trambulinszett, fészekhinta, kombinációs mászójáték és pókháló kötélpiramis várja majd. Emellett kültéri pingpongasztalt, valamint sportolásra is alkalmas úgynevezett aktív padokat is telepítettek. A területet kényelmes padok és szeméttárolók is kiegészítik, a játékelemek alatt pedig a megfelelő méretű és vastagságú ütéscsillapító gyöngykavics réteg garantálja a biztonságos szórakozást, míg a világításról napelemes kandeláberek gondoskodnak majd. A játszóelemek kihelyezését követően néhány hétre van szükség a hatósági ellenőrzések lebonyolításához, mielőtt a kölyök aréna hivatalosan is megnyitja kapuit a 60-iak előtt. A beruházásról a 2023-as közösségi költségvetés során döntöttek a 60-iak. Szinyei András alpolgármester azt mondta, fontos, hogy közösen hozzanak döntéseket a helyiekkel, és olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyeket a lakosok igényei alapján állítanak össze, hiszen a városvezetés alapelve, hogy a 60-iak együtt döntenek. Nekünk nagyon fontos az, hogy a lakosság mit szeretne, és ezek a közösségi költségvetéshez kapcsolódó kérdőívek ezt a célt szolgálják, hogy nyugodtan írják meg, ha egy ötlet megszületik, az már gurul tovább, és lehet, hogy valami érdekes dolog valósul meg, hiszen kölyök arénára is kigondolt volna még pár évvel ezelőtt, és most itt van már kész állapotban, meg kell várni, hogy megszáradjon, elkészüljen, és jöhetnek a gyerekek játszani.
Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a 2024-es közösségi költségvetés ötletelési időszaka még november 13-áig tart. A postaládákba juttatott projektlapon vagy a közösségiköltségvetés.60.hu weboldalon keresztül bárki elmondhatja, hogy milyen fejlesztéseket, programokat szeretne megvalósítani 60-ban. Ez már a negyedik alkalom a városban, amikor a 60-iak döntenek a közösségi költségvetés 100 millió forintos keretének felhasználásáról. Janikowski Éva emlékkiállítás nyílt az Ady Endre könyvtárban. A tárlaton megtekinthető a Kossuth díjas írónő napló másolata, díjai írógépe, illetve a történeteihez kapcsolódó bábok és makettek is. Az intézménybe látogattak a Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskola tanulói, hogy megnézzék a relikviákat. Könyvtár látogatáson vettek részt a Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskola 4. A osztályos tanulói. Az eseményen megnézték a Janikowski Éva emlékkiállítást is. Több tanuló már ismerte a Kossuth díjas írónő alkotásait. Harang Balázs például olvasta a Velem mindig történik valami és a Nagy Zuhé történeteket is. Volt egy könyvajánló, és akkor elolvastam azt a könyvet, és megtetszettek a könyvei, és elkezdtem olvasni a könyveit. A gyerekek az előadáson megtudhatták egyebek mellett, hogy Janikowski Éva hogyan vált alkotóvá, és milyen hatással volt életére a II. Világháború. A tárlat anyagát a Móra kiadó bocsájtotta a könyvtár rendelkezésére, mondta Vitainé Kepes Gabriella, az Ady Endre könyvtár gyermekkönyvtár részlegvezetője. A kiállításon Janikowski Éváról készült tablók láthatóak, illetve az ő életéhez kötődő tárgyak, többek között az ő írógépe, illetve a naplójának a másolata. Szerintem, ami a gyerekek számára legkülönlegesebb lehet a kiállításon, azok a bábok. Azok a bábok, amik a Bertalan és Barnabás című meséhez készültek, ami két Daxli történetét írja le. A diákok az esemény során megnéztek még egy Janikowski Éva ifjúsági műve alapján készült rajzfilmet, és a könyvtár kínálatából is válogathattak. A kiállítás november 24-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Az intézményben látogatható a Vendégeink voltak című bemutató is, ahol a könyvtár dedikált köteteit lehet megnézni december 22-ig. Mindkét esemény ingyenes. Újra a Daliba érkezik a Ne felejts bábszínház. A társulat most Marék Veronika, Boribon Mackói és Anni Panni Hulla Hó című mesekönyveid alapján készült vidám zenés darabot adják elő. A program november 25-én lesz 16 órától. Az esemény a Grassalkovics Művelődési Ház szervezésében valósul meg. Ungvári Zsolt Plüss Monológ című színházi előadását tekinthetik meg az érdeklődők november 11-én Szűcsiben. A Művelődési Házban este 6:30-tól kezdődő monodrámában kirajzolódik a 60-as, 70-es évek Magyarországa. A támogatói jegyek elővételben megvásárolhatók a Szűcsi Községi Önkormányzatnál, valamint a helyszínen is megválthatók lesznek. Szerdán reggel még előfordulhat eső, zápor, napközben azonban már sok napsütés várható, a csúcshőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli pára és ködfoltok megszűnését követően napos, fátyolfelhős időre van kilátás, esni nem fog. Napközben 10 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken felhős időre készülhetünk, napközben többfelé eleredhet az eső, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink, most a mesepercekben a Szóló Szőlő, Mosolygó Alma, Csengő Barack című mesét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően a kommentárban Horváth Rihárd polgármester az új 60-i szociális támogatási formákról beszél, majd az élesztőben Tompa Gyöngyvér témája a gyermekkori hiperaktivitás lesz.
Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!